Sziasztok, kedves nézőim! Eljött a túravezetés ideje. Jó ideje, már hogy nem volt túravezetés Battlefield 4-ből, pontosan hát kb. 10 hónapja, vagy akár még talán több is, mert nem néztem utána, de jó sok idő eltelt azóta, hogy én utoljára BF4-eztem, és egy kicsit be is rozsdásodtam, megmondom nektek őszintén, de... Hát mivel nem volt 100%-os a játék, a DICE-osok kiadtak pár új pályát engesztelésül a játékosoknak, hogy annyira azért ne legyen hőbörgés, hogy azért nem tökéletes a BF4. És hát most az Operation Outbreak nevű mapot láthatjátok, ahol is 1000 tikettes Conquest mérkőzésnek leszünk szemtanúi, amit sikeresen végig killottam, de hát majd látni fogjátok, mint látható már is belehuppantam ebbe a labba. És befoglaltuk a CD és elpontot, és az AB van ellenséges kézen, és hogyha jó Isten is megsegít, akkor a kedves sofőröm, Netcode Norbert, ő el fog engem vinni az A pontra, hát majd kiderül. Útközben fogunk-e találkozni valami ellenséges erővel, de hát az reményeim szerint nem. Mondjuk egy tank itt lesz a közelben, jól látom. De lehet, hogy a gyalogság le fogja foglalni, majd kiderül. Mindenesetre, hát egy elég hosszú küzdelemnek lehettek majd szemtanúi, kb. 40 perces lesz ez a kör. Igen, egy kicsit kilódás volt, amíg végig mentem, találtam egy szervertől az elejétől a végig Outbreak mapban, meg hát pont akkor kezdtem el a kört, amikor kezdődött, de hála a jó Istennek ez egy sikeres művelet volt, és mint látható el is kezdtük foglalni az A pontot. Ellenséges erőnek egyelőre se híre, se hangon, pedig azért vagyunk egy páron ezen a szerveren. De mondjuk a pálya se kicsit teszem azt hozzá. És mit a Isten, látszik, hogy ez egy közösségi pálya. Mármint nem a DICE-osok álmodták meg, hanem ezt így vagy hát ők álmodták meg, de a játékosok, ha minden igaz, ők mondjuk úgy, hogy a észrevételik alapján készítették el ezt a pályát, és hát elég jól sikerült, én azt mondom, mert az egyik leghangulatosabb Battlefield 4-es pálya az, ami most kikerült ide a kezünk közé. És hát a C pontra kéne menni, vagy hova megy most kedves Norbert barátom, nem tudom, de úgy nézem, hogy körbe megyünk meg itt a pályán. Hát ellenséget eddig még nem láttuk, ó, kellett nekem megszólalni, mert már is itt van egy illető úriember, aki most meg is halt. Don Frank néven volt az illető úriember, de hát nyugodjék békébe. És most merre tovább, kérem szépen, hölgyem, és aztán vissza fogunk hovájukni a D pontra. Így is van, itt vagyunk a D ponton, és elkezdett villogni, mint az Isten, akkor ellenséges enemi megtalálható a közelben, valószínű itt lesznek alattunk, mert itt ezek fölött, a házak fölött vannak ilyen alsó szint is ilyen, ahol gerendák közt lehet így szépen megbújni. Úgyhogy valószínű szerintem ott fog tanyázni az illető úriember, hát a páncélosan nem tudom, hogy mennyire tudok oda belőni, de ott is van ez egy mérnök, ott is pont minket akart leszedni, de hát vesztére, mert mi szedtük le őt. És 978 tiket van nekünk, és 908 tiket a amerikaiaknak. Elfelejtettem mondani, hogy mi kínaiak vagyunk. Húhihihi! Mao Tse-tung meg minden. Na de, már is hát megint itt volt egy ellenséges úriember, de hát ezt a drága jó sofőröm elintézte. És most a C pontra fogunk szerintem menni, kisebb, nagyobb rombolás ára. Na, itt van még egy illető úriember, akit sikerült megint elintézni. Jó van, hát idáig ez egy kellemes küzdelem. Nem voltám ez mindig így, mert hát a 10 hónap kihagyás után kellett egy párszor meghalljak, hogy végre megint formába lendüljek, de hála jó Istennek lekopogom. Sikerült visszanyernem az eredeti formámat, úgyhogy meg a játék is mintha egy picit javult volna, bár azért még mindig vannak érdekességek, de már egy fokkal jobb, mint volt. És egy illető úriember itt, tehát a kardal elszákódott mellettünk, csak a torkulattűztől nem láttam rendesen, így nem tudtam célozni. És megint ide jöttünk az A pontra, amúgy ez rendszeresen egyik a legtöbb pontot, amit befoglaltam ezen a pályán, az mindig az A volt, mert pedig ez van a legközelebb az enemy base-hez, de valahogy ez mindig úgy elsiklanak fölötte, hogy nem is tudom. Mindenesetre vagyunk itt jó páran a társaimmal. És be is szürkítettük, ott egy ellenség, azt fotoltam, de nem bírtam megölni. Amúgy azt vettem észre, hogy mintha egy kicsit többet kéne lövöldöznem így az ilyen gépfegyverrel az ellenséget így a járműből, mint annak előtte, de lehet, hogy csak én vagyok béna, nem tudom. Még szoknom kell megint a játékot, tehát hosszú kihagyás után kezdtem el újra játszani, és ott egy ellenséges tank tőlük megtalálható baloldalt. Próbálom spotolni, de egyelőre még nem sikerült. Mindenesetre a mi tankunk is felvette vele a harcot, csak az a gáz, hogy ő egyedül van, neki meg úgy látom gyalogos támogatása is van, úgyhogy valószínű a mi tankunk el fog érezni. A lavunk meg nem tudom mit lő, de nem azt kéne lőni. De mindegy. És hát most egyelőre nem foglalkozunk az ellenséges tankkal, ott egy gyalog.
Őt legalább elkaptuk, jó van. Újabb lélek a pokolba, és megvan, él még az a tank, hogy nem él. Ó, hát persze, hogy él. Ez az, a gyalogos sem bírtam leszedni, és a tank is észrevett minket, elkezdett lőni. Gyanítom, vissza meg is javították. Ja igen, reaktív armorja van, hogy szakadna meg. Ó, bakker, és én Stinget raktam be rakétavető helyett. Úristen, mekkora noobság. Mondjuk a Stinger se hülyeség ezen a pályán, de javarészt azért inkább a rakétavető, vagy valami hasonló páncélozott járművek ellen kifejlesztett fegyver érdemesebb, mert hát a helikopterek azért nem olyan, mondjuk úgy sűrűséggel szágúdoznak a fejünk fölött, ellentétben a páncélossal és a tankkal, és hát be is kerítettek minket, és I am Marci elintézett. I am Marci, ez is biztos magyar, nem? Amúgy meglepően tapasztaltam, hogy felmentem így játszogatni, és baromi sok magyar névvel találkoztam legalábbis, vagy szerintem ez magyar volt. És hova kéne leszületni, hát a C pontot megpróbáljuk bevédeni, bár hát a legnagyobb holokauszt is szokott lenni állandóan. Hát itt rengeteg fedezék van, bújóhely, bokor, akármi, ahol el lehet bújni, úgyhogy itt bárhonnan lelőhetnek bármikor, és egyéb módon megpocsékolhatnak. De hála égnek még nem tudta befordítani a zászlót, és hát egyedül lehet az illető úriember, mert nem mozdult a csík, és csak én vagyok itt egyedül a társaim közül. Viszont mivel nekünk van még fenntartva a zászló, a többiek le tudnak rá spanolni, és elkezd villogni a C. Ami azt jelenti, hogy hamarosan megérkeznek a társaim, és hogyha minimapra tekintetek, immár le is spanoltak, úgyhogy már is jönnek támogatni, hogy bevédjük a C pontot. Nekem semmi egyéb dolgom nem volt, csak hogy itt kellett állnom addig, amíg leszületnek. És most fel kéne fedezni azt az illető úriembert, aki idáig próbálta húzni a zászlót, lehet, hogy a többiek már intézték, nem tudom, mindesetre most visszahúztuk a zászlót, és a piros háromszögek azok eléggé kezdenek most errefelé osonni, úgyhogy megpróbálok én is a közelükbe férkőzni, amilyen óvatosan csak lehet, és elintézni őket, ott egy torkolattűz, megy is a kézigránát, és hát vagyis mondjuk nem kézigránát, hanem Ergo Impact, de hát én ezt is kézigránátnak hívom, de mindegy. Mindenesetre a társai már intézték az ott megtalálható ellenséges erőket, és újabb piros háromszög felé veszük az irányt, itt a dzsungelben, ahol lezuhant helikopter, roncs és fák megtalálhatók. Ez az egyik amúgy kedvenc részem, itt lehet a legnagyobb aprítást rendezni az ellenség soraiba, de ezt majd úgyis fogom nektek prezentálni, mert itt nagyon jó infantri harcok szokra kibontakozni. Mert még a B ponton, de hát az mondjuk úgy, hogy az tényleg elég veszélyes egy pont. Mert ott is elég sok felől számíthatsz ellenségre. Ó, egy illető úriember itt próbálkozott, de nem jött össze neki. Uha, jó. Na de, kéne megint egy ellenség. Ó, megint feltűnt egy piros háromszög. Na, megnézzük magunknak azt is. Mindig a minimapot kell amúgy figyelni, mert az nekünk a szent bibliánk. Ha a társaink vannak olyan élemesek, hogy spotolják a látható ellenséget, már pedig most ezen a pályán, ezen a szerveren, ebben a körben spotolják, így fel lehet rájuk készülni. És kellő erővel tudjuk elrettenteni őket a kontrollpont foglalástól és hasonló dolgoktól. Ott próbálnak előbújni az illető úriemberek. Egyelőre semmi. Még mindig semmi, na most megint volt valami kis mozgás. De közben elkezdett villogni a cél a hátunk mögött, úgyhogy szerintem én vissza fogok mászni oda. Annak ellenére, hogy most be vagyunk kerítve, azért a kontrollpont az elsődleges ezen a pályán, meg hát az összes többin is. Úgyhogy célszerű mindig ezekre figyelni, aztán vagy lesz valami, vagy nem. Ó, hát is engem észrevettek. Makkai meg Burga 5. Béla. Milyen klántek az, hogy Béla? Na mindegy, biztos ez is magyar. Na de, na jó, nem Béla, Bella, de lehet, hogy Béla. Hova kéne menni? Hát most itt a helikopterből megnézzük a levegőből itt a dolgokat. Nagyon szép. Igazi szubtrópusi éghajlat. És hát egy kis rododendron is megfigyelhető ott a B-pont táján. És hát ott be is foglalták a többiek a BD, meg csak így pontlapot jöttem ide. Rengeteg csipa szokott még lenni ezen a pályán, ami nem meglepő, hiszen bokrokból, meg hát vannak magaslati pontok is, igen jól lehet itt szedni az áldozatokat. És már szivárog is befele az ellenség, hát sikerült kicsit megritkítani őket, de hát azért én is majdnem ott hagytam a fogamat, és kaptam egy gránátot is. Na jó, most egyelőre itt megmaradok a közelben. Nem sokan múlott az életem, kérem szépen, hölgyeim és uraim, de úgy érzem, hogy most itt jó nekem. És jöjjön már. Hát ezt szépen tarkon lőttük, jó van, RMK-152. Legalább most szerencsém volt. Kicsit töltődik vissza a HP-m, de a piros háromszög megint itt van a közelben. Jó van. Vele is sikerült felvenni a szemkontaktust, de hála égnek a szemmel verésbe én vagyok a jobb.
Na de. Befoglaltuk a B-t, a C az elkezdett villogni, hát az állás jelenleg 864 tiket a kínaiaknak, már csak 862, meg 672 a amerikaiaknak. Úgyhogy eddig a dolgok jelenlegi állása szerint én azt mondom, hogy mi vagyunk előnyben. És hát már csak egyetlen egy kontroll pontja van a drága jó ellenséges úri embereknek. Reményem szerint ők is visszafoglalták a C-t. Ó, ti kis szemétládák. Na de. Valóan ilyen szorvány tüzek hallhatók, ugye megpróbálok fedezékben maradni, szerintem most a domtetőkön lesznek valami csipák. Egyelőre kivárom, és akkor megpróbálom sasolni a minimapot, hogy tűnjek-e fel piros háromszögek, ami alapján ki tudom silabizálni, hogy merre felé ne menjek, vagy csak hogy merre menjek óvatosba. Arra felé lesznek, hát megpróbálkozunk vele, aztán lesz, ami lesz. Megint volt egy kis szorvány tűz, ott is van lesznek a domtetőn. Aztán így próbálunk egy kicsit kerülni. Itt felugrunk. Ó, ott szaladt egy mérnök, jó van. Hát most megpújunk óvatosba, most nagyon nem sietünk előre, mert lesznek itt bajok. Ó, ott milyen pokor mozgások vannak, figyeltétek ott a domtetőn? Ugye ez tetszik nagyon a pályában, hogy kvázi a növényzet az teljes mértékben kiírható. Nem tudom, hová lett ez a mérnök. Ó, már meg is van. Itt bolykált a drága. Hála jó Istennek, meghaltál, jó van. Aztán felmegyünk ide a domtetőre. Magaslati levegőre, és piros háromszög. Jelenj meg! Nem látok semmit, akkor vagy nincs itt ellenség, vagy még nem spotolták nekem, vagy épp nem nyitott tüzet. Vagy igen, és akkor a C az elkezdett megint villogni, úgyhogy megint szivárgás a C-re. Hát egy drága jó baráti úriember már megtalálható, itt már ketten vagyunk. És lefele megy a csík, úgyhogy azt jelenti, hogy kettőnél több ellenséges erő megtalálható itt ezen a ponton, ami ez rossz hír. Idáig. Ó, egyet már fel. Bakker, meg van mind a háromnak a fel lehetősége. De ezek honnan tudják, hogy én hol vagyok? Hát ez annyira nem fair. Ó, bármi tűz alá is vettek, makkadjatok meg. Jó, menekülés, menekülés. Aztán vagy életben maradok, vagy nem. Ó, ott egy mérnök, hú, ő meghalt. Jó van, de engem is megint elszaktak, burgot. Ó, te egy átok vagy, fiam. Na jó van. Úgy nézem, ő lesz az ős ellenségem ezen a pályán, de hát majd kiderül. Kicsit bele kell húzok, már többiek, mintha elszálltak volna a Scorsba. Na jó van, hova szülessünk le. Hát most egy tanknak a szemszögéből fogjuk látni itt az eseményeket, vagy pontosabban egy tanknak a géppuskása leszek, és... Azt hiszem a D-t fogjuk személyre venni. Igen, nekem úgy tűnik a tanknak a mozgásából, hogy mi most a bizony a D-re megyünk. És már csak az a kérdés, hogy mire odaérünk, az ugye... Hát ezt befoglalták a többiek, jó van. Hát akkor nem a D-re megyünk, hanem megvizslatjuk szerintem a C-t, vagy a B-t, vagy a jó ég tudja, hogy most már erre felé fogunk tartani. Hát szerintem a B felé, amúgy azt nem nagyon szoktam szeretni, mert ott a páncélosok annyira végtelenek, hogy tényleg ott a felettük és az út mentén végig magaslatok, meg mellette bokrok, meg ilyen kis bádokházak, amiken persze nem hatol át a golyó, csak hogyha szétlőd ágyúval. Na de, már is jönnek itt valami szorvány tüzek, úgyhogy már biztos, hogy az ellenség az itt van. Tehát a labos az nem nagyon segített idáig spotolgatni őket. Valahol itt vannak a bokorba. Ó, már megint kaptunk egy találatot. Ó, hogy makkai meg, na hol vagy, dumáki, ott vannak, jó vannak, hogy kiszállok, mert hamar meg fogok így pusztulni, na egy mérnököt elintéztünk. Burgert, na jó van, legalább tudtam, hogy te vagy az. De az a baj, hogy van még itt még egy mérnök. A drága jó tanknak a pilótáját azt elintézték, úgyhogy való még itt kell legyen egy úriember, ha csak nem volt döntetlen, vagy valami. Na minden esetre eltűnt, jó van, ez jó hír, legalább engem nem fog bántalmazni. És, hát csak meg kéne nézni azt a B-t magunknak, ha csak addig be nem foglalják a többiek, és mire kimondtam, addigra be is foglalták, úgyhogy irány a C pont. Legalábbis inkább a C melletti magaslat, mert úgy látom megint ott lesz ellenséges erő megtalálható, én meg hát amúgy is az ilyen gerilla harcban vagyok a legjobb. Szép óvatosba felmegyünk, és akkor megkeressük az illető urakat. Ahó, valaki? Van itt valaki? Ott van! Ó, és elintézett. Hát, kellett nekem azt mondani, hogy jó vagyok gerillaházban. Úristen, 13-3-as KD-val azt ott vagyok a középmezőkben. Mi van ezekkel? Te jó Isten ember! Hé, 10 hónap alatt sokat változott a világ. Na jó, A pontot elkezdték húzni, jövök ide vissza támogatni. Ne nagyon tudják már befoglalni, mert nem szeretjük, amikor az ellenség foglalja a pontot. Annak ellenére, hogy neki az elfeltes szándéka, meg általában is szoktak mindig bujkálni, de most nincs itt. Jó, megvédtük a pontot, jó. Nem csináltam semmit az ég a világon, hát akkor aknázunk. Úgy is van. Egy aknó, és a biztonság kedvére, hát a járművel akarnak tovább jutni.
Egyszer-kétszer beszokott ez válni, hogy ezért befoglalják a portot, már is ráhuppannak, elindulnak, az paf, úgy elszámít egy grincsirke. Na de, 788 tiket nekünk, 540 az ellenségnek, úgyhogy de 3 kontrollpont van az ő kezükön, pontosabban most a D az most szürkült be. Úgyhogy valószínű, hogy azt a miénk elkezdték húzni, mert idáig piros volt. Így is van, valószínű, meg megint mire odaérünk, addigra már nem lesz ebből az egész kontrollpont foglalásdiból semmi, úgyhogy mehetek a C-re. Úgy is van. Utálom a C-t amúgy, mert ott rendkívül nehéz harcok szoktak lenni, de egy fene, neki megyek ennek a fának. Így próbálom elkerülni a golyózábot, melyből fedezékből megyek, na. Hát még a vezetést is gyakorolnom kell, úgy nézem. Mondjuk az régen is ilyen volt. Na, itt vagyunk a C-nél. Benyomulok ebbe a házba, és itt is maradok. Most ezt elfoglaltam, ez az én házam, úgyhogy hagyjanak itt békén, és szépen tudom húzni a pontot, az jó lesz. Meg minden. Na de. Semmi ellenséges erő idáig, beszürkítettük a pontot, a C az a miénk. Úristen, esém, hát bele kéne húznom, mert ez így fájdalmas lesz. És mintha láttam volna ott valaki szivárogni. Ott is van, ott az illető úriember. Hallják meg. Hát nem én öltem meg, de hála égnek annak van értem, hogy mindig amikor elkezdek lőni valakit, én folyamatosan nyomom a Q-t, és egyből amikor lövöm is, akkor spotolom is. Mert ha engem még el is intézett, közelben található társim szintén figyelik a minimapot, azt akkor jó eséllyel elintézik őt. Mondjuk úgy ez a csaszi bosszúja sunyiba. Na de megint megyünk fel ide a domtetőre, mert újfent piros háromszögek tűntek föl a színen. Vagy nem. Jó van, hát akkor irány az A pont. Ami egy kicsit messze van, gyalog ezzel a pályára annyira ne... Úristen, ne már! Ezt elütöttek. Jó, ezt még lereagálni se volt időm. De most jött el szerintem annak az ideje, hogy ezt a Stingert lecseréljem már valami hasznosabb dologra, mert... Most például egy rakétavető kifejezetten jól jött volna. Úgy is van, MBT Love. Ez meg fogja tenni. Na. És akkor hova szülessünk le? Menjünk a B pontot, foglaljuk. Mert jó dolog foglalni a B pontot. És itt volt valami konfliktus. Na. Oké, tarkon lőttük megint ezt az ivót. Vagy iviót. Na de. Megvan a B pont. És most merre kéne menni? Újabb piros háromszög a közelben megtalálható. Hát oda kéne menni felderíteni az illető úriembereket. De nem látok senkit az égett a világon. Viszont ők látnak engem, mert valaki folyamatosan lő. Oké, hát ennek sok értelme volt így. Nem baj. Jó, azért már kicsit kezdünk föntébb kerülni a ranglétrán, de hát még mindig nem az igazi. Jó, jövünk akkor ide a... Hát, hol megyünk? Az L pontra megyünk, mert azt kezdte el foglalni az ellenség, azt talán itt nincsenek még annyian, meg nem számítanak rá, hogy én itt vagyok. Az nagy előny, hogy nem tudják, hogy itt vagy. Ott is ott egy illető, de az! RMK 152, nem fog szeretni engem, mert már nem tudom, hanyagyára lövöm le. Azt mondja, hogy a kontinent mögött nincs másik úriember, viszont nézzük csak ott a sarokba, mint hogyha egy fegyvercső lógna ki. Jól látom? Mindjárt oda durrantok ezzel az MPT-vel. Hát egy embert elintéztünk, RMK-száz. Szegény. Na, dukkjanózit. Azt hogy a francba tud lelőni? SKS-jel. Makkanyál meg. Jól van. Ez is 152. Hogy mindenkinek 152 van a nevében, ez aki érdekes. Az E-pontot továbbra is húzzák, úgyhogy jövök ide vissza megvédeni, mert nem szeretem, amikor itt húzogatják a dolgokat. Mármint a pontot, nem a egyéb dolgokat húzogatnak, mert hát azt lehet, hogy szeretném. De a pontot az kifejezetten nem szeretem, amikor húzogatják. És persze, hogy ezek még mindig itt vannak, mert azt hittem már megölték őket. Én kis naív. Minden esetre a dolgok jelenlegi állása szerint az van, hogy 736 tiket van nekünk, és 417 tiket az ellenségnek, és hát 2 kontrollpont még a miénk, de a célja az villog, úgyhogy most újfent egy labbal próbálkozok. Na de. Elpontot befoglalták. És szép sunyiba először csak felderítem a telepet, hogy merre felé mozognak úgy, ahogy, nagyjából. Na de. Egy baráti katona itt megtalálható, aki felvette a harcot, én meg így a távolból. Jó van, szevasz, ezt lelőttük. És... Tudnám ez mi a jó túrót csinál itten, hát nézzétek már, de a kocsival belém jön. De nem is az, hogy lemenne, hanem még direkt elém áll, hát ugye ez? Hát ez hihet, jó van. Érdekes, egy csapattársaim vannak, minden esetre.
Ide jövök húzni a pontot, aztán az nem tudom hova szaladgálni, semmi értelme sincs. Közben itt megpróbálom felvenni a harcot a gyalogsággal, hát egy embert magammal vittem a pokolba, de hát azért purga öt gyerek, az megint itt nagyon hiperaktív. Minden esetre, hát... ide jövök, majd nem tudom, hova kéne leszületni. Hát az elpontot már befoglalták, hogy oda biztos nem, hát akkor eljött az ideje a célpontnak. Már csak az kéne, hogy diplojolhassak, az meg is történt, itt vagyunk a célt, befoglaljuk mindjárt. Amúgy nem nehéz a Battlefield elsőnek lenni, csak mindig figyelni kell, hogy a lehető legrövidebb idő alatt hogyan tudjuk a lehető legtöbb score szerezni, és ez ennek az egyik legcélszerűbb módszere a kontrollpont húzása. Mert minden egyes kontrollpont húzásánál, hát amikor húzzuk vissza az ellenség zászlaját, akkor folyamatosan peregnek nekünk a tikettek így tízesével, és amikor beszürkítettük, és mikor sikerül befoglalni, akkor még kapunk mellé 200 vagy 400 score-t, azt hiszem. Úgyhogy ez az egyik legcélszerűbb módja, mindeközben ilyen ellenséges erők feltűnnek ezt innen, hát ha sikeresek vagyunk, akkor elintézik őket, ha nem vagyunk annyira sikeresek, akkor ők intéznek el minket. Minden esetre én most jövök ide az A-pontra, aztán majd kiderül, hogy jó lesz-e vagy sem. Ó, és ide jöttem és mindenki eltakarodik, úgyhogy nagyon jó, mert elkezdtem visszafoglalni itt az ellenségtől az A-pontot. És látjátok, itt tízesével peregnek a tikettek. Jó, valószínű, hogy aki már nézi a videóimat, az szembesült már ezzel a ténnyel párszor, de azoknak, akik még nem látták a műsoraimat, azoknak szoktam általában ezt így mondogatni, hogy ebből is egy kicsit úgy taruljanak. Áj, azt hittem eltalálom, milyen MBT izé ez. Mindegy, rá kellett volna menjen. Janus. Na de. Befoglaltuk az A pontot, a B-et az ellenséges kézen van, hát most hova kéne mennem? Ó, és már megint jönnek vissza, mert piros háromszögek feltűntek itt az A-nak a környékén. Jó, mondjuk a társaim is ott vannak, de hát akkor is gyanús. Már honnan a jó égből kerültek ezek megint ide elő, amikor az előbb még semmi sem volt. Közben kijelölték nekem a B-t, hogy itt azért lesz valami, tehát oda kéne tartsak. Csak hát... szerintem megint elkezdett villogni az A, úgyhogy valakinek vissza kell mennie megvédeni, és hát ki lesz az a valaki, hogyha nem én. Hát még rajtam kívül egy gyerek, az összes többi 32 ezer ember az elment a B-re. Na jó, hát akkor keressük az embert, aki így bujkál. Hello! Hello! Semmi? Jó, visszaszedtük a... A pontot? Éj, hát persze, hogy amúgy bujkál. Ó, de úgy imádom ezt a macskegérharcot. Na de. Hú, már megint lemaradtam. Nem lesz ez így jó. Na de. Hát csak az A pont, B pont. Na jó, legyen a B pont, ott többen vagyunk. Hát, hogy sikerrel is járunk. Azt mondja B pont jó. Igen. Hát piros háromszög itt volt előttünk. Azt mondja, ott van valahol a szikla mögött a csávó. Hát jó, a többiek elintézték. Befoglaltuk a B pontot. És szerintem most jött el az ideje. Ó, kaptam egy medált, de jó. Most jött el az ideje, szerintem, hogy elmegyünk a C-re, hát az A szürke, be fogják foglalni, hogy baró messze van, azt szerintem most a C az közelebb lesz. Ó, és felszállt az ellenséges helikopter, na most leszedlek az én is, leszedlek, oly, puff, és most rákanyarodott, ha, nem hiszem el. Ja, és meg is döntötte meg, vehikák, illasz hisz meg, mit tudom én, olyan ez mindent. Közben még itt egy ejtőernyős is próbált a hátam mögött tabajgatni, de hát az a baj, hogy felhívta magára a figyelmet, és ez örök hiba. Mindig, amikor, hogyha látsz valami ellenséget, akkor ne pötyök test, hanem ered bele az egész tálat, az a biztos. Ó, és megint itt egy ullető úriember, gyorsan, gyorsan, új, hello, szia. Jó van, megvan a második elhalálozott úriember, itt a tankot próbáljuk abajgatni, de miért nem kanyarodik rá? Rá kéne mennie. Hát simán felé ment. Na, na, talán most, hát az, mire már lelőttem volna, addigra kinyírták. Úr, viszont mennyi piros háromszög van most a dom, tehát tört, jó Isten, hát akkor menjünk oda. Nézzük meg, csak ilyen kicsit óvatosabban. Mit csinál ott ez a pokor, azt láttál? De tök ijesztő, amikor így magától forgolódik. Mindig azt hiszem, hogy valaki ott bassza a pokrot, azt azért, de nem. Aj, és itt a harmadik áldozatunk, jó van? Ajánl Marci, hát ez nem fog szeretni engem. Aj, itt a negyedik, jó van? Hú. Kezdek elfáradni, meg hát kevés a történet is. Jó van, ott az ötödik, jó? Na, azt hiszem kezdek belejönni. Meg jó, hogy itt hagytak nekem egy ilyen medic pakkot, mert legalább tudom visszatölteni a HP-mat. Különben már rég elvéreztem volna. Ezért jó, hogy azért szerte szétdobálják ezeket, mert akkor mindig van egy kis lőszer, meg HP. Ami nem házi pálinka, hanem hogy health power. Na de? Ott van egy piros háromszög, ami nem tűnt fel senkinek. Ó, oh, hello, szia! Azt hiszem ő volt a hatodik. Jó van. Alakul. 750. Vagy 500-570 tiket nekünk, meg 336 az ellenségnek. És hát itt kicsit
most eldobálom itt ezeket az aknákat, vagy jó lesz, vagy nem. És még mindig itt a domtető környékén vannak a koponyák, ami azt jelenti, hogy valahogy ellenséges erő megtalálható még mindig, aki nyilvánszolja a társaimat. És... Hello, szia! Jó van, azt hiszem megvan a hetedik, Pac-Man. Ó, te csipusz! Jó, hát ez elment, itt egy másik urember, ezt le akarom késelni, azt lelőtték. Na, nincs idő késelni. Jó, nyolcadik. Kezdek elfáradni. Ó, meg van még 6 történjem, nem lesz ez így jó. Valakitől le kell szedjem a fegyóját, mondjuk valami olyan fegyó kéne, ami jó is. Aj, ezt a 6 golyót nem tudtam. Oké, pisztoly. Oké, 9. Jó, ez csak kill assist. Na, még valaki. Még esetleg valaki. Senki. Jó, 9. Azt mondja, most próbáljunk fegyvert felvenni, valahol itt. Ah, ott egy hulla. Na, attól fölveszik. Ah, de azt ide kúrtak egy gránátot. Help! Jó van, az jó lesz egyelőre. És valahol ott vannak még a három szögek, úgy, hogy ott áramlik föl. Nem igaz, hogy nem hall, hogy miért csak kill assist, de egy olyanok vagytok. Na jó, még mindig vannak itt három szögek, úgyhogy lefekszünk. Hát, hogy nem leszek olyan feltűnő. Na. Dugd már ki a fejed. Ó, ezt lenyírták a haversrácot. Azt egyedül maradtam. Itt meg a... Pont mögém került abban a pillanatban, amikor én lőttem volna le mást. Nagyon szép. 28-11. Na, sikerült egy kicsit behoznom a lemaradást. Aján Marci, hát most bosszút állt mindenért. És, hát ez nagyon jó spam volt. Kézdök az életemért, úgy szálltam ki a helikopterből, hogy már rám robban a világmindenség. Na, ott a domtetőn, ott egy illető úriember. Jó, hát kicsit soroztunk rá, de hát ez valami kevés volt. Jaj, na jó, születhetek le megint. És valaki feltámasztott, van élet a halál után, emberek, van élet a halál után! Jó van. Akkor folytatódik a küzdelem a C-pontér, és már csak kéne tudni, hogy hol az ellenség. Hát ott vannak fönn, de hát ezzel a fegyóval oda nem nagyon tudok hatékonyan lőni. Bele kéne mennem a húzózónába. Azt mondja, hát már itt vagyok. Ja, húzom is, jó van. Kicsit megijedtem, mert itt nem tűnt fel a csík. Jó, sikerül beszürkíteni. Jó van. És. Ó, na, egy ember, álljam Marci. Hát már megvan a második ős ellenségem. Oké, megvan a C-pont, tehát pár aknát itt is elhelyezünk a rendkedvéért. Még járművel még nem nagyon futottak bele ezen a pályán, de hát azért próbálkozok, előbb-utóbb csak jó lesz. Na de, és most akkor a B-pont felé, vagyis ide a domtetőre kellene menni, mert hát megint itt vannak valami enemi aktivitások. Ó, és ott bújik el, na hát kill assist. A helikoptert megpróbáljuk elkapni. Azt nem mi az, hogy nem kanyarodott rá? Hát ennek simán el kellett volna kapni, ahogy vagy. Átok. Komolyan mondom. Mindenesetre még úgy látom, a helikopterre itt lebegtek. Hát jó, majd mire kimondtam, addigra a többiek elintézték. És még valahol itt egy ellenséges erőnek lennie kéne, mert hát azért rajzoltak ki belőle rendesen a háromszögek. És hát nem mozdul a csík, úgyhogy valaki még van itt a közelbe. Na jó van, most ha átengedem nekik a pontot, már most nem tudom, hogy mi van, ezt itt kéne rendet rakni fönt. Hát itt már fönt, hát már elintézte mindenki mindent, aj. Na jó, akkor visszamegyünk húzni az ászlót. Közben szemből lőnek, úgyhogy próbálunk ilyen fedezéket keresni. Hát elkúrtam egy gránátot a biztonság kedvéért, de hát valami kevés esélye szokott lenni, hogy ez egyből be is talál. Jó, vissza szürkítettük az ászlót, de még mindig itt egy piros háromszög valahol. Azt már megint lelőtték. Hát komolyan mondom. Hát meg kapkodni kell állandóan, ez nem lehet így bírni. Na de. Vissza felmászunk ide a domtetőre, mert hogy még biztos vannak itt. Igen, most jöttek quaddal. Ketten. De hárman. Mi a manó? És azt mondja, ott egy mérnök. Hát őt elintéztük, jó van. De itt mögöttünk egy csipa pötyög. Gyorsan. Ott is van, jó, sikerült őt is elkapni. Na, akkor már kéne még egy újabb ellenfél, akit megtalálható. Jó, ő is megvan. Rendben. Na, aztán elintéztük az itt megtalálható ellenséges úri embereket, ha csak nem még. Hát nem szed le egy lab. Ó, és vissza feltámasztottak, nagyon jó. Gyorsan fedezék be, a lab az meg majd el lesz magának. Na de. Ez tényleg el lett magának, majd szépen felrobbantották a többiek. Hát 497 tiket nekünk és 183 vagy 4 az ellenségnek, 3 kontrollpont van neki. Közben egy késeni próbált egy illető, de hát most hiába.
És hát mit évő legyek, mit évő? Hát tényfelé elkezdünk sunyogni. C is szerintem nem soká villogni fog, mert nem nagyon látom ott a haverokat, hát vagy kettő van ott, de aha, már szivárognak ott abból az irányból. Úgyhogy elmegyünk oda szépen, azt megnézzük, hogy mi újság. Na de. Hát előre sehol senki. Hát tudom, hogy itt vannak, hát láttam a háromszöget, csak már elszaladtak ide, ott rajzanak. Tiszta sáskahad, na jó, hát akkor itt megbújunk. Aztán várjuk, hogy mi lesz. Nem nagyon szabad rohangászni ezen a részen, mert biztos, hogy valaki meglát, azt egyből torkon lő. Azt mondja, hogy hát szépen be fogják foglalni a zászlót, de én itt maradok egyelőre spamponnak, oda leszülhet valaki, látjátok az árnyékát? Oh, hát ez nem szerencsésen, azt az urat, hogy úriembert elkaptunk, de a társunkat közben ő, megpróbálom lekéselni, hajjál meg, ez contact knife-olni akart. Még jó, hogy a társa elintézett, mert biztos lekéselt volna, pedig én akartam őt, szomorú. Mindegy, azért megpróbáltuk, ezért küzdeni kell. Na és akkor most az elpontot fogjuk betámadni, mert ezt egy kicsit elhanyagoltuk az utóbbi időbe. Hát, egyelőre még nem látok ellenséges erőket, páraknál elhelyezek ide is a rendkedvéért. Még mindig nem öltem meg senkit vele, de hát előbb-utóbb tényleg kéne, hogy valami hasson. Beszürkítettük simán a zászlót. Úgyhogy ez egy ilyen nyugis kontrollpontfoglásban, és végre sikerül az ére kerülnöm, nem hittem el, milyen izmos munka van itt, ott egy illető. Na, legalább egyszer találjam már, jó, hát sikerült besegítenem, de én akartam megölni, hát nem fair. Ja, és most melyik pontra kéne, mert megnézzük magunknak a bétára, úgyis rég jártunk. A délre oda nem szívesen szoktam menni, mert ott is rengeteg azok, annyi vádok viskó van, ahol közben itt megint szivárgás van. Próbálom spotolni őket, annyira bénán célzok az utóbbi időbe. Na jó, megpróbáljuk itt elkapni az illető, az a baj, ez csak közelre jó. Na jó, egy megvan. Hát biztos meg akar kerülni, hát ha még tudok addig tározni. Burga őt már megint. Átok! Micsoda ember ez? Ez egy droid? Na de. Na ott az még vedd is fel a fegyómat. Ennél jobban még nem akarsz megalázni, te. Na, azt hiszem ebből A pont lesz. Úgyis van ketten ott húzzák, úgyhogy jövök ide én is besegíteni. Enemy aktivitásod megtalálható. Úgy próbálod valamit csinálni, csehova megpróbálom rároppantani a világ mindenséget, hát ha ettől megijed, az egy gránát is rároppant, úgy is van, megijedt, elszaladt. Beszürkítettük közben a zászlót, addig én megpróbálok így szépen idejönni. Addig hagyom a többieket kibontakozni, közben a másik oldalról is jönnek, ó, meg itt egy tank is, hello, szia. Na jó, hát akkor pakoljuk tele. M2-t kapott, meg C4-et is, de most mi az, hogy nem robbant fel, amikor ott van még rajta az M2, és meg a C4-et is rárobbantott a csávó. Közben ott egy gyalog is, azt is elkapjuk. Most a gyalogokat nem szoktam annyira szeretni, mert ez a tank annyira béna. De ott van megint egy gyalog. Megpróbáltam lerakétázni, nem talált, viszont a tankot azt megöltük. Kezdek elfáradni emberek, azért a 40 perces csaták eléggé kimerítőek tudnak lenni ám. És jövünk vissza szerintem C pont? C pont, nem. De, C pont. Azt mondja. Idáig húzzuk a zászlót. Szerintem én itt megmaradok egyelőre, pedig valahol itt van az ellenség. Már folyamatos a szivárgás. Jó. Próbáljuk őket leaprítani. Kisebb-nagyobb sikerrel. Elnyomok oda egy gránátot, hát ha jó, nem jó. Közben a haversrácot is megölték. Elkezdődött a rajzás. Hát egy gyereket elintéztem. Gyors menekvés. Jól van. Ezt is. Ezt nem halt meg. Mi a manó? Ezt engem öltek meg. Ezért bekerítettek minket, hát komolyan mondom, hogy élet-halál harcok vannak. Na de. Hát elég sok pontot elveszítettünk, úgyhogy szerintem most a B-t fogjuk betámadni. Annál is inkább, mert az most azt foglalta, ebben a pillanatban foglalta be az ellenség, hát szép súnyiba ide jövünk, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Hát jobbat most nem tudok, mert egyetlen kontrollpontunk van, az az E. Elkezdtük húzni. Közben jönnek rám a társaim, jó van, akkor így jó lesz. Szépen itt meglapulunk. Nem nagyon szoktam ezen a részen félni, hogy a hátam mögé kerülnek, pedig ennek simán megvan az esélye. Mert általában mindig, mikor leszpanolnak, akkor a B-nek vagy a két oldalára szokott leszületni a ellenség, de lehet, hogy most ez idő alatt, de ott is van, jó mondtam. Még le tudott születni, nem volt elég ideje, hogy bejöjjön a pontba. Sőt, kettő is itt van, nézzétek, csak ott bujkál a másik. Hello.
Hát milyen fegyverrel lő ez, hogy én egyből majdnem meghalok ő meg, hogy ő még elgyesztelget. Hát, 11 HP. És húzák vissza a pontot a srácok. Ugye nekem vissza kéne jönnöm ide. Hát azért még 11 HP-val is lehet alkotni, azt mondja. Itt valami volt, ah, ott egy ellenség, hát őt elkaptuk, jó van. De úgy megy fel a sík, itt az állat, úgyhogy szerintem itt már rajzás van. Hát fölnézünk ide, de hát ez nem biztos, hogy jó ötlet. Oh, tényleg nem volt az. Mindenesetre megpróbáltuk. Na. És most vajon merre kéne menni? C villog, E a miénk. A squadot kell váltani. Á, nem. Menjünk a C-re. Jó volt az az előbb is, jó lesz most is. Vagy nem. Majd kiderül. Ezt mondja, mindjárt befoglalja az ellenség. De már jönnek rám a többiek. Ott van egy kis tűzhat. Lenyomjuk a gránátot, az pont betalált. Nagyon jó. Akkor húzzuk vissza a pontot, amilyen gyorsan csak lehet. Ez az. Húzás. Megújjunk. Még a húzószónán belül vagyunk, de nagyjából fedezébe, csak ebből az irányból számíthatunk ellenségre. A dolgok jelenlegi állás, azért pedig pont ott jön az ellenség. Ó, hogy azt még álljál le táncolt. Burga jött, ezt sose bírom elő. 4 healthal túlélte. Azt még spotoltam is, de nem tűnik fel senkinek, hogy ott van. Ó, meg mögött is ott a másik majom, meg harmadik majom, de jó Isten, mennyien vannak ezek. Hát akkor megyünk az A pontot foglalni, jó, most úgy is a C-re koncentrálnak, ilyenkor mindig szét kell szóródni, amilyen gyorsan csak lehet, úgyse tudnak akkor erőt kifejteni minden ponton, hogy az jó legyen nekik, és még 92 tiketjük van. Ami a dolgok jelenlegi állása szerint az ezt már csak le fogjuk tudni pörgetni. Úgyhogy valószínű, hogy meg fogjuk nyerni ezt a kört, ha csak hirtelen nem foglalják be az összes pontot, és kezdődik el a base rép, ami a BF4-re annyira nem jellemző. 3-ra inkább, de a 4-re nem. Na de. Jó, van, megvan az A pont. Na most az elkezdett el villogni, de halljátok ezt a zajt, itt valami páncélos fog jönni. Vagy legalábbis valami olyasmi. Hát elhelyeztem pár aknát, kíváncsi vagyok, hogy ez majd mekkora sikerrel lesz. Most egyelőre még várok. Még mindig várok. Valaminek már történnie kéne. Jó, most már kezdek fel. Ó, és pont mikor visszaváltottam. Na, még gyorsan egy lövés, elkaptuk. Jó, és meghaltjuk. Á, de még mindig van itt valami. Az még egy izé páncélos is itt van. Ó, makkanyál meg. Na jó, ezt megpróbáljuk elkapni. Ahogy ezt még rá is kanyarodott, jó van, na szeretem, amikor működik a technika. Próbál ide visszajönni, valami kevés sikerrel. Belengedtünk még egy ilyet, de már a gyalogos elhagyta a járművet. Ó, és ott próbál lőni, és le is lőtt. Á, most jönnek a társaim, megijesztették, jó van. Vajon van köztük pedig, és volt köztük pedig, haha. Jó, és a megkerülő hadművelet. Á, lemélyem szint még él a csávóka, és megöltük, jó van, és megvan a páncélos is. Gyorsan kihozzuk a veszélyzónából, és megszereztük az ellenség páncélosát. Jó van, és megvédtük a pontot. Na, most akkor a járműves harcnak lehetünk szemtanúi. Azt hiszem, hogy a B felé fogok kanyarodni, mert arra megyek. Még 60 tiket, és majd szerintem a C-t próbáljuk betámadni. És úgy nézem, hogy ott lesz egy ellenséges jármű, amit gyorsan tűz alá is veszünk, de hála a jóinek ez a B-t lövi. Nincs felkészülve ő erre. Jó, egy kis zuni rocket. Ez az, disable, és megvan, megöltük a páncélost. Most be kéne nyomulnunk a C-re, amilyen gyorsan csak lehet, csak hát itt a domtetőkön is rajzás van. Jó, bemegyünk a C-re, próbálom spotolni a magam előtt megtalálható esetleges aknákat, tehát semmi. Mögöttem van valami, azt már látom, de előttem még semmi. Jó. Ott az persze, hogy belementem így is. Ott az még meg is kaptam az RPG-met egyből. Jó van, hát ez egy jó halál volt. Hát örömmel látom, hogy sikerült az élre kerülni. És a dolgok jelenlegi állása szerint már olyan sok nem lehet hátra a küzdelemből, még 24 tiket van hátra. És menjünk, foglaljuk be az E-t. Hát a helikopterből nem lesz nehéz, ha csak nem szedik le a helikoptert, és abban a pillanatban nem robbanunk fel, de ennek most nem tartom nagy valószínűségét. Úgy is van. Befoglaltuk az E-t, és menni kéne tovább a következő kontrollpontra. Hát, hova menjek? Szerintem most a C-t fogjuk majd megvizslatni magunknak. Az a baj, hogy ebből a magasságból ez a minigunnal én annyira nem szoktam tudni jól lőni. Most idejöttünk a C-re. Próbáljuk tartani a pontot. Bejövök ide a húzózónába. Igen, be is lesz szürkítve. Ó, és ott egy illető. Sikerült kicsit megsebezni. Hát ez elszállt a francba. És na, pont eltaláltuk. Pac-Man 152. Ó, de nem szeretem ezt a fickót. Ó, de nem igaz, hogy itt mindenütt
ott vannak, olyan marci. Kisunyogó. Na de, meglett a célpont fölött az uralom, szerintem már elfogyott annyira a tiketjük, hogy azt mondhatom, hogy rövidesen vége lesz ennek az összecsapásnak, úgy van, még két tiket van, hát a gyorsan leszületek és vége is lett a körnek, hölgyem és uraim. Ez lett volna a legújabb túravezetésem, Operation Outbreak-en. Remélem tetszett ez a rövidke kis 40 perces műsor és összecsapás. Találkozunk majd egy másik epizódba. Sziasztok!